A tavalyi év folyamán 13 előadás keretei között a tavalyi előadás sorozatnak az volt a címe, bevezetések a tudat tradicionális felfogásaiba. Az idei előadás sorozat, aminek ez az első előadása, ugyanezen a nyomvonalon haladt tovább, de néhány ponton szeretnék egy-két megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, hogy miben tér el az idei előadás sorozat, az egyéves hasonló számú, hasonló előadásból álló előadás sorozat tavalyitól. Ugye, ahogy ez a kiosztott tematikában látszik, látható, a mostani előadás sorozatnak, aminek ez az első előadás, az a címe, hogy tudatcentrikus tradíciók. Ez lényegében megegyezik a bevezetések a tudat hagyományos felfogásaiba című előadás sorozattal, de csak lényegében, több ponton eltér a tavalyi előadás sorozat előadásaitól. Néhány szót szeretnék így bevezetésképpen ezzel kapcsolatban mondani. Ez egy olyan terület, amely nagy mértékben bezavar a tavalyi év során az, hogy a jelenlegi világban mit gondolnak, és az ő behatásukra mit gondolunk mi tudat alatt. Vannak ilyen különböző agykoncepciók, agyisággal, magával a fizikai agyi szervünkkel kapcsolatos elgondolások, felfogások, amelyeket igazából nagyon nehéz összemérni a tradicionális tudatfelfogásokkal. A tavalyi évben, főleg az első néhány előadás keretei között megpróbáltuk ezeket valamilyen mértékben összehozni. Tehát olyan értelemben nagyon reflektív előadás sorozatunk volt, főleg az előadás sorozat elején, hogy megpróbáltunk reagálni, véleményt formálni a jelenlegi agy és elme koncepciókkal, illetve úgynevezett nyugati tudatfilozófiákkal kapcsolatban. Tehát ezekre reagáltunk, elmondtuk a véleményünket, hogy a tradicionális értelemben vett tudat milyen nagy mértékben különbözik például az agyhoz kötött tudatfelfogásoktól, vagy az elméhez, racionalitáshoz kötődő tudatfelfogásoktól. Külön gondot fordítottunk erre a tavalyi előadás sorozat, éves előadás sorozat eleje felé ezzel kapcsolatban. Most ezen túllépnénk, mert a kritikai megközelítések noha roppant fontosak, nagyon nagy mértékben befolyásolják a saját felfogásunkat. Tehát amikor valamivel kapcsolatban kritikát fogalmazunk meg, és a saját nézeteinket egy kritika szűrőjén keresztül fogalmazzuk meg, akkor nagy mértékben determináljuk magunkat. Ennek nem vagyunk teljesen a tudatában, hogy ez mennyire így történik, de mégis így történik. Tehát például olyan dolgok esetében is, amikor a saját értékeinket, a saját elveinket próbáljuk feltárni, de ezeket az elveket nem a maguk tisztaságában tárjuk a világ elé, hanem ahhoz képest, ami a világban van, akkor ezek az elvek nagy mértékben, hát ha nem is torzulnak, de egy sajátos ilyen törést, ilyen tükörtörést, egy minimális torzulást szenvednek el. Tehát az lenne minden esetben a nagyon ideális, hogyha a jelenlegi világi viszonylatokon túlmenően próbálnánk a saját elveinket feltárni, vagy a tradíciók elveit feltárni a világ elé. Úgyhogy ez a mai, vagy a mostani idei éves előadássorozat egyfelől abban különbözik a tavalyitól, hogy nem reflektálunk a jelenlegi tudatfelfogásokra, a modern, posztmodern tudatfelfogásokra, hanem azoktól nagy mértékben függetlenítve magunkat próbáljuk feltárni az egyes tradícióknak a tudatfelfogásait. Ez az egyik lényegi különbség. Akkor a tavalyi előadás során
előadás sorozat folyamán, hogy egy érdekes sajátosság volt, hogy azon kívül, hogy az előadás sorozat elején különböző modern, mai posztmodern, vagy azt megelőzően modern tudatfelfogásokra való reflexión kívül azért nagy mértékben determináltuk magunkat a tekintetben, hogy tekintettel voltunk a nyugati filozófiának a tudatfelfogásaira. Tehát, hogy a modern filozófia tudat alatt mit ért. Ugye beszéltünk erről, általában a rációt, elmebeliséget, elmét, észt, azt megelőzően, már a korábbi modern korszakot megelőzően is valamiféle lelki, lélekkel kapcsolatos valóságot. Ezektől is szeretnénk magunkat függetleníteni az elkövetkező év előadássorozata kapcsán. Nem fogunk ezekre reflektálni, hanem lényegi pontokra próbáljuk magunkat szorítani. Tavalyi előadássorozat alkalmával, ami nem reflektív volt, tehát nem a mai tudatfelfogásokra, illetve az azt megelőző nyugati filozófiai tudatfelfogásokra reflektált, azok szemezgetések voltak. Tehát különböző tudatcentrikus hagyományokból, amire ugye most az előadássorozat címe szerint összpontosítani fogunk, azokból egyes doktrinákat kiemeltek, azokat próbálták bemutatni, illetve megvilágítani, vagy egyes doktrinákat, vagy egyes tradíciókat. Az idei évben ez az előadás sorozat sokkal inkább koncentrálna az egyes tradícióknak a felfogásaira. Mindenféle doktrinális kiemelés és részletkiemelés vagy szemezgetés nélkül az egyes fő tradíciókra, és annak mentén mégis megpróbálna valamilyen rendszerezett képet adni a keleti vallások, hagyományok tudatfelfogásáról. A tavalyi évben az eddig említett okokból kifolyólag nem volt módszeres a tudatbemutatásunk. Tehát a tudatot, mint olyat, ezt nem mutattuk be módszeresen, hanem részben reflektíve a nyugati felfogásokra beszéltünk, a tradicionális tudatfelfogásokról, részben pedig szemezgetve egyes tanításköröket, tanításokat mutattunk be. Az idei évben rendszereznénk a tudattal kapcsolatos gondolatainkat, azt, amit itt egy évben belül 11 néhány előadás keretei között át tudunk adni. Ezeket rendszereztük, és szorosabban egyes hagyományokra összpontosítanánk. Ha megnézzük a kiosztott tematikát, akkor pusztán a vastagbetűs részekre figyelve azt láthatják, hogy itt valóban egy rendszerezett, a tudattal kapcsolatos keleti bölcseletnek, bölcsességeknek egy rendszerezett átadásáról lesz szó. Vagyis beszélni fogunk a tudatnak a mindent magában foglaló valóságáról, a tudatnak a mindenütt valóságáról és jelen valóságáról, a tudatnak az alap természetéről, alap vagy tükör természetéről, a tudatnak a térszerű természetéről, a tudatnak az üresség és fény természetéről, amely egyaránt szerepet játszik a hindu és a buddhista felfogásokban is, teljesen pontosan ugyanígy, tehát ürességnek és fényszerűnek tekintik. Beszélni fogunk a tudatnak a dinamikus valóságáról, a saktival kapcsolatos különféle sákta felfogásairól, a tudatosságnak, vagy a tudatnak a boldogság és üdv természetéről, aztán ezeken túlmenően a tudat tiszta, teljes és végtelen valóságáról, a tudatnak a szabadságáról,
tudatnak a nem tetszős vagy advajta valóságáról, és áttekintjük nagyon röviden, ez a tavalyi előadás sorozat alkalmával, bár meg volt hirdetve egy altémaként, de beszélni fogunk a tudatra vonatkozó hasonlatokról, metaforákról, ahogy azok különböző keleti szentiratokban megjelennek, és végül beszélni fogunk tudattal kapcsolatos gyakorlatokról. Ahogy ez felsorolás is mutatja, az idei évben egy szisztematikusabb módon fogjuk a tudatnak a miben létét megközelíteni, de úgy szisztematikus módon, amit nem a kisujjunkból szoktunk, hanem amelyet különböző tradíciók, keleti hagyományok, hagyománykörök tanítottak a tudattal kapcsolatban. Tehát túl azon, hogy az idén nem reflektálunk a tudattal kapcsolatos nyugati felfogásokra, egy kicsit konceptebb módon, előadásról előadásra, koncepcionálisabb módon fogjuk a tudat miben létét áttekinteni, és mindezeket, ezt az áttekintést bekötjük az előadások során olyan tudatcentrikus hagyományokba, amelyeknek a ideáinak a körében a tudat meghatározó szerepet játsz. Nagyon fontos lenne, hogy tényleg akik módszeresen próbálják a témát tanulmányozni, és nem csak eljönnek egy-egy előadásra, azok a régi előadásokhoz hozzá tudjanak férni. Antart kérem, hogy akkor a hanganyagokat valahogy Juditnak juttassa el, Judit megtegye fel. És mivel nem szeretem az ismétléseket, tehát egy olyan előadó vagyok, aki megpróbálok mindig újat mondani, nem az újat mondás, feltétlenül újat mondás jegyében, de az önismétlést kerülően, meg a meglévő tudás, vagy az átadott tudásra való rátelepedést kerülően megpróbálok új dolgokat mondani, azért fontos lenne, mégis az alapokhoz azok is hozzá tudjanak férni, akik tavalyi év során nem tudtak itt lenni minden előadás alkalmával. Természetesen az előadások úgy is értelmezhetőek, hogy egy előadásra jelenik meg valaki, de azt tudni érdemes, hogy úgy építem fel az előadás sorozataimat, hogy a korábbiaknak az elhangzása azért nagyban segíti egy adott előadásnak az értését. A mai témánkra rátérve, ami a tudat mindent magában foglaló valósága lenne, első lépésben azt kellene megvizsgálnunk, hogy melyek azok a hagyományok, melyek azok a hagyományok, amelyek a tudatcentrikusság jelzőt megérdemlik. Tehát melyek azok a hagyományok, melyek azok a tradíciók, amelyekre azt lehet mondani, hogy tudatcentrikus hagyományok voltak az emberiség történetében. Amelyek esetében a tudattal való foglalkozás központi szerepet játszott. De igazából ez minden hagyományban megjelenik. De az, hogy kimondottan tudatcentrikus tradíciókról beszéljünk, az leszűkíti a nagyvilágvallásoknak a körét jelentős mértékben, és a nagyvilágvallások körein belül is szűkül a kör. Például egy olyan hagyomány esetében is, amilyen a buddhizmus, nem lehet azt mondani, hogy a buddhizmus egésze minden vonatkozásban tudatcentrikus lett volna. Tehát meg kellene határoznunk, hogy melyek azok a nagy világvallásokon belüli hagyományok, amelyek a tudatra különleges figyelmet fordítottak. Ez az előadás sorozat igazából 5 tudatcentrikus hagyományt emel ki, fog kiemelni az elkövetkező tanév során. Ez nem jelenti azt, hogy nem lennének más hagyományok is, amelyek tudatcentrikusak, de én azokat nem ismerem kellőképpen ahhoz, hogy beszéljek róluk. Úgyhogy a tudatcentrikus tradícióknak a köréből 5-öt fogunk kiemelni,
az elkövetkező év során. Az első, ez az Advaita Vedanta. Az első, mondhatni a legrégebbi, ez az Advaita Vedanta, amely hagyomány bizonyára, vagy remélhetőleg többük számára ismert valamilyen formában, de aki számára nem ismert, annak mondom, hogy az Upanishadok nevű szövegkorpusz megjelenése körüli időkben, és főleg azt követően ezen fentirat csoporton, ami az Upanishadokat foglalja magába, kialakult több tradíció, amelyek közül az egyik, az Advaita Vedanta. Ezek az Upanishadokat, ezek a tradíciók az Upanishadokat próbálták értelmezni, vagy értelmezték érvényes módon. És mondhatjuk, hogy önálló hagyományokat hoztak létre az értelmezés vonalán. Ugye az Upanishadok magyarul is elérhető hindu szövegcsoport, először Vekeldi József fordításában jelent meg néhány Upanishad, majd az utóbbi években a Philos kiadónál Pál Dániel nagyon értékes és szép fordításában érhetőek el magyar nyelven. De ezek az Upanishadok egy hindu szövegcsoport, egy tradíció, amely megpróbálta értelmezni a magukat, a védikus szövegeket, a négy védát, ami egy még hatalmasabb szövegcsoport. Körülbelül olyan hosszúságú, összességében olyan hosszúságú szövegekről van szó, mint amilyen az Iliász és az Odüsszeia. Ezek a védák. Ezeket a védákat értelmezték az Upanishadok, és ezen értelmezések körül kialakult a Vedanta nevű tradíció, amely arra törekedett, és ezen törekvés következtében születtek meg az Upanishadok egyfajta szövegmagyarázatként, védák szövegmagyarázataiként, késői, viszonylag késői szövegmagyarázataként, hogy elmondják, hogy mi a védáknak a lényege. Tehát miről szólnak a védák, mit akartak a védikus iratok, maguk a védák mondani az olvasók, a hallgatók számára, korabeli indhindu társadalom számára. Ezen törekvés következtében megszületnek az Upanishadok. Az Upanishadokat később, az idők előre haladtával újra értelmezik, próbálják érthetőbbé tenni a hallgatóság, az érdeklődők számára. Ezen törekvések egyike az Advaita Vedanta. Tehát maga a Vedanta, azt mondhatjuk, hogy véda értelmezés, és azon belül pedig Upanishad értelmezés. De az Advaita kifejezés, ez ezen értelmezéseknek az egyike. Nagyon fontos tudatosítanunk, ezen kifejezés, ezen értelmezések egyike. A védákban a kulcsfogalom a Brahman. Most ha nagyon leegyszerűsítem és megpróbálom érthetővé tenni a dolgokat, akkor erről a Brahmanról azt kell mondanom, hogy ez egy olyan kifejezés, mint ami a nyugati teológiában, filozófiában, korábbi nyugati filozófiában az abszolútum fogalma. Tehát a védáknak a végső fogalma, a kulcs fogalma, az abszolútum fogalma az a Brahman. Általában a védákat értelmező valamennyi Upanishad és valamennyi Upanishadot értelmező irányzat erre a Brahmanra fókuszál. Ez a Brahman, erre azt tudjuk mondani nyugati terminológiával kicsit leegyszerűsítve, de mégis érvényesen, hogy az abszolútumnak megfelelő kifejezés. Az istenségnek, a személy feletti, nem személyes, hanem személy feletti istenségnek megfelelő kifejezés a Brahman. Igen ám, de az egyes Upanishadok, és még inkább az Upanishadokat értelmező egyes Vedanti irányzatok, a Vedantának az egyes irányzatai,
ezt az abszolútumot, ezt nagyon eltérő módon értelmezik. Hogy a legalapvetőbb példát az eltérések vonalán kiemeljem, azt tudom mondani, hogy vannak olyan irányzatok, olyan védantin irányzatok, tehát védantát képviselő irányzatok, amelyek azt mondják, hogy ez a brahman, ez különbözik az egyéni lélektől. Az emberben megtalálható, fellelhető, önmaga által, önmagában fellelhető szellemtől különbözik. Tehát a brahman, ami ugye a védáknak a kulcsfogalma, az különbözik attól a fogalomtól, amit a hindu metafizika úgy nevez, hogy átman, vagyis önvaló, önmagam. Tehát vannak olyan védantin irányzatok, amelyek a különbözőséget emelik ki, megpróbálják meghatározni, hogy milyen mértékben különbözik az egyéni szellem, vagy az emberben található lélek, az emberben található szellem, ettől a bizonyos védák által hangsúlyozott brahmantól. Az Advaita Vedanta egy olyan irányzat, amely nagyon-nagyon nagy határozottsággal azt mondja, hogy az emberben önmaga által fellelhető legbensőbb egyéni lélek és a védákban megtalálható célfogalom, abszolút fogalom, a brahman, az nem különbözik egymástól. Most ha ebben nem gondolunk bele, hogy ez mit jelent, akkor ez egy üres filológiai közlés, amit most tettem. De ha konzekvenciálisan olvasunk, már pedig a konzekvenciális olvasás az az egyik alapelvünk, és a konzekvenciális előadás hallgatás is az egyik alapelvünk, ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy minden, amit hallunk, azt magunkra vonatkoztatjuk, és levonjuk magunkra nézve az elhangzott információknak a konzekvenciáit. Ez konzekvencionálisan nézve azt jelenti, amit az Advaita Vedanta képvisel, tehát hogy az átman nem különbözik a brahmantól, hogy a bennem potenciálisan, aktuálisan, bárhogyan lakozó legvégső lényeg nem különbözik a védákban megjelenő abszolútum fogalomtól, a brahmantól. Tehát a brahman és az átman nemhogy egyenlő, de azonos egymással. Ez az Advaita Vedantának az elsődleges állítása. Ez egy nagy hagyománykör, sok szöveggel, hosszú történetiséggel, de ezt a hosszú történetiséget is roppant sokrétű kiterjedt szövegkorpuszt egybenézve azt tudjuk mondani, hogy az állítása ez, ez a végső állítása. A védákban megtalálható brahman kulcsfogalom, ez nem különbözik az átmantól. A többi védantin irányzat nem állítja ezt. Tehát nagyon sok olyan irányzat volt, amely megpróbálta a védákat összegezni, megpróbálta figyelmét a brahmanra összpontosítani, és meghatározni, hogy mi a brahman, de ezt a meghatározást ezt nem abban a jellegben vitte végbe, mint az Advaita Vedanta, vagyis nem tekintette azonosnak az ember első és végső lényegét azonosnak a brahmannal. Ez az Advaita Vedantának a sajátossága, és ez az Advaita Vedanta tradíció most azért jött szóba, mert a tudattal kapcsolatos vizsgálódásoknak, állításoknak és tanításoknak a vonalán is nagyon meghatározó szerepet játszik, ezért több tekintetben fogunk rá a jövőben hivatkozni, vagy az előadás sorozat folyamán hivatkozni. A következő tradíció az ötből, amivel még foglalkozunk, ez a Pratyabhijñā, vagy Bhijñā, más kiejtésben.
Pátyabiznyá tradíció. Tavalyi tanévben egy külön előadást szenteltünk ennek, és néhány egyéb ponton is vissza rátértünk ennek egyes sajátosságaira. Most általában azt mondják, hogyha a hindu metafizikáról beszélünk, tehát ha felmerül az, hogy a hinduizmus, ami ugye egy vallás, vallásoknak a köre, különböző vallási kultuszoknak a hatalmas köre, egy nagy tradíció, azon belül, hogy mégis mik voltak, melyek voltak metafizikai, nagyon szigorúan, részletesen kifejtett elméleti és metafizikum irányában mutató tanítások, akkor általában azt szokták mondani, hogy az az Advaita Vedanta volt. Tehát én magam is nagyon sokáig ezt vallottam, hogy az Advaita Vedanta az gyakorlatilag a par excellence hindu metafizika, mégpedig azért az a hinduizmuson belüli Advaita Vedanta tradíció volt az, ami leginkább metafizikai tanításokat közölt. Ez igaz, ezzel hogy különösebben nincs mit vitatkoznunk, csak sajnos bekövetkezik egy olyan probléma, hogy ha a hinduizmust az Advaita Vedanta tanításai alapján értelmezzük, akkor lesz a metafizikájának, a hindu metafizikának egy olyan rétege, amit nem fogunk megközelíteni. Tehát igaz az valamilyen értelemben, hogy az Advaita Vedanta par excellence hindu metafizika a hinduizmusnak a leginkább metafizikai tanításait összegzi, de hogyha ezt el is fogadjuk, és egyéb dolgokat kihagyunk belőle, akkor az értésünk vagy a hinduizmusra való rátekintésünk nem lesz teljes. Pontosan ez a tradíció, ez a Pratyabhijñā tradíció az, amely nagymértékben kiegészíti az Advaita Vedantának a metafizikáját, és azt lehetne mondani, pontosabban a korábban elhangzottaknál, hogy maga az Advaita Vedanta és a Pratyabhijñānál Bizonyá tradíciónak az egysége az, ami igazán lefedi a hinduizmus azon tanításait, amit metafizikai tanításoknak lehet tekinteni. Tehát amelyek túl vannak a rituális, vallási vonatkozásokon, és amelyek elvi és gyakorlati értelemben a lehető legrészletesebbek. Tehát anélkül, hogy az Advaita Vedantát bármilyen tekintetben is alábecsülnénk, a korábbi állításainkat azzal kell kiegészítenünk, hogy valahogy az Advaita Vedantának és a Pratyabhijñā tradíciónak az egysége az, ami a hindu hagyománynak a leginkább metafizikai részeit adja. Tehát nem külön csak az Advaita Vedanta, hanem ehhez hozzá kell vennünk a Pratyabhijñā tradíciót is. Ahogy az elmondottakból következik, az Advaita Vedanta jelentése szó szerint magyarul nem kettős, a védáknak a nem kettős célja. Hogy a védáknak egy olyan hagyomány, amely a védák célját, a védák lényegét egy nem kettősségben határozza meg. A Pratyabhijñā egy olyan hagyomány, ami a felismeréssel kapcsolatos, az intuícióval, arra készteti a követőit, hogy az intuícióra, a felismerésekre összpontosítson. A Vedanta kifejezésben benne foglalt, hogy ez a védákra alapozott, a védák célját próbálja megadni, a védák lényegét és a védák célját. Ezt adja meg ugye nagyon leegyszerűsítve az Atman Brahman azonosság formájában. Atman Brahman nem kettősségének a formájában. A Pratyabhijñā esetében nincs ilyen szövegbeli megközelítés. A Pratyabhijñā egy posztvédikus tradíció, amely nem kizárólag a védákra épít, és nem elsősorban a védákra épít, hanem a védákra is, és az azt követő posztvédikus szövegekre, amiket ugye sásztráknak, vagy tantráknak, és egyebeknek, ágamáknak hívunk.
De ugye a védákat követően nagyon sok hindu szövegtípus keletkezett még az évszázadok folyamán. Ez nem kizárólag a legkorábbi védikus szövegekre épít, és egyáltalán nem is csak szövegekre épít elsősorban, hanem egy olyan általános intuícióra, ami felgyúlhat védikus szövegeken is, felgyúlhat nem védikus, posztvédikus, sátrikus, tantrikus szövegeken is. Intuíció, nagyjából ez a jelentése, megismerés. Egy olyan megismerés, vagy felismerés, amely befelé hatol, tehát amely annyira birtokba veszi a tárgyát, hogy nem csak egyszerűen valamit megismer, vagy felismer, hanem azt, amit felismer, azt mint egy bensőleg ismeri fel, egyszerűen, mint be is emeli. Ez a pratyá kifejezés, befelé hatolás, ezzel kapcsolatos. Tehát egy olyan intuíció, amelyet az ember azonnal, mint belső, mint saját belső értéke lesz birtokba. Nem csak egy külsőre vonatkozó felismerés és megismerés, hanem egy olyan bármilyen felismerés, megismerés, amelyet a saját bensőjeként lesz birtokba. A szó jelentéséről röviden ennyit. Most amivel még foglalkozni fogunk, ugye 5 hagyományt említettem, a következő az a trika. Trika hasonlóan a pratyabidzsnyához egy ágamikus tradíció. Ugye az ágamák azok a védák utáni szövegek. Tehát olyan szövegek, amelyekkel már a Védanta nem vagy kevéssé foglalkozik. Tehát nem védikus szövegek. Nem is azokat kommentáló upanishadi szövegek. Nem külön, egy önálló generáció, az isteni kinyilatkoztatásnak egy új folyama. Tantrák és ágamák. Ez elsősorban szöveg szintjén, tantrákra és ágamákra épít, szövegek szintjén. De nagyon jelentős, hasonlóan a pratyabidzsnyához, ezzel kapcsolatban, hogy a szövegeket, azt a megismerés forrásai közül másodlagosnak vagy harmadlagosnak tekinti. A Védanta Indián belül, a hinduizmuson belül egy olyan tradíció, amely a megismerés elsődleges forrásának szent iratokat tekint. Elsősorban a védákat, azon kívül még egyéb szövegeket. A Védanta szútrát egyébként, a Bhagavad Gita-t, de most nem érdekes. Tehát elsősorban szövegeket tekint az Advaita Védanta megismerés fő forrásainak. A pratyabidzsnya és a triká mind a kettő egyformán nem szövegeket tekint a megismerés első forrásának, elsődleges forrásának, hanem azt mondja, hogy a megismerésnek 3 forrása van. A szövegek, a guru, tehát a mester és az ő tanításai, és az egyéni megismerés, az egyéni megtapasztalás. Mind a pratyabidzsnyában és mind a trikában az egyéni megtapasztalásra nagyon nagy hangsúly fektetődik. Sokkal nagyobb, mint az Advaita Védantában. Természetesen ez ott is megvan, csak az artikulációban, ahogy magát ez a hagyomány artikulálta, az Advaita Védanta, az mindig valahogy bekötötte magát szövegekhez és a többi. A pratyabidzsnya és a trika esetében ez a bekötöttség nem feltétlenül áll fenn, kevésbé áll fenn az Advaita Védantához képest. A megismerés elsődleges forrásának mind a pratyabidzsnya, mind a trika nem a szöveget, és nem is annyira a gurut, mint inkább az egyéni megismerést, az egyéni felismeréseknek a körét, az intuíciónak a befelé hatoló, bensővé váló körét tekinti. Forrásnak. Ez nem jelenti azt, hogy nem szövegtisztelő hagyományokról beszélünk, ezek is szövegtisztelőek, de a szövegtisztelet vonalán nem annyira a védákat, mint inkább a későbbi posztupanishadi, posztvédikus szövegeket, ágamákat és tantrákat tekintik főszövegforrásuknak.
Most a trika és a pratyabhijñána tradíciónak a vonatkozásában, vagy viszonylatában annyit kell elmondanunk. Mindaz, amit a pratyabhijñával kapcsolatban elmondtam, tehát egy befelé tartó, beemelő intuíció, beemelő felismerés, beemelő önmagává tevő felismerés, ez a trikában is megvan, de a trika jóval ritualisztikusabb hagyomány. Nyomatékosabban épít a tantrákra, a tantrizmusra, a hindu tantrizmusra, és ez a nyomatékosabban építés, ez azt jelenti, hogy nagyon sok tantrikus, ritualisztikus elemet, vagy több ritualisztikus és tantrikus elemet tartalmaz a pratyabhijñána hagyományhoz képest, amely bizonyos értelemben a trika szívének is tekinthető, a trika metafizikájának is tekinthető. De mivel ebben a hagyományban nagyon sok a ritualisztikus és a cselekvési elem, ezért külön hagyományként emlékezünk meg róla, és külön hagyományként tekintjük, és a tudatra vonatkozó információink, ismereteink tekintetében is elkülönítjük a pratyabhijñából származó információkhoz képest. A következő hagyomány, amit még a tudattal kapcsolatos ismeretek kapcsán a jövőben figyelemben fogunk venni, ez a krama tradíció. A trikának a jelentés egyébként nagyjából az, hogy hármas. Tehát nem kettős, a védák nem kettős célja, vagy nem kettős véd a cél. Ez magyar talán, de így lehetne az advaita védantát lefordítani. Befelé irányuló felismerés, intuíció, megismerés, hármasság. Kramának a jelentése fokozatiság, fokozat, szekvencia. Egy olyan hagyomány, amely a jelentés miatt mondom, amely egy meglehetősen jelentős mértékben figyel az összefüggő, egymással kapcsolatban álló, de mégis elkülönülő fokozatokra, szintekre, egymással párhuzamos, de mégis különálló állapotokra. Elég nehéz ezt a jelentését visszaadni így, mert azt, hogyha azt mondom, hogy fokozat, ez nyelvtanilag exakt a krama kifejezés tekintetében, de nem teljesen értjük, hogy milyen értelemben vett fokozat. Hát olyan értelemben vett fokozat, amely együtt van. Tehát ugye a fokozatoknak az együttlátása, összessége, paralel volta, egymásra épülése, ilyen értelemben vett jelentése ennek a kifejezésnek, a krama a fokozat. Tehát a krama tradíció a negyedik forrásunk a tudattal kapcsolatos előadássorozat tekintetében. Valamilyen értelemben Kashmirnak mind a kettő, tehát míg az Advaita Vedanta India egészére vonatkozik, mind a három eddig vizsgált tradíció a hinduizmushoz kapcsolódik, és konkrétan Kashmirra lokalizálható. De közülük is a krama az valamilyen értelemben Kashmirnak az ős vallását jelenti. Vagy ez most egy kicsit túlzás, hogy az ős vallását, de a kashmiri hagyományoknak egy nagyon korai rétegét. Tehát egy bizonyos idő után vált láthatóvá, de mégis mondhatjuk azt, hogy a kashmiri földrajzi egységnek valamilyen értelembe vett ősvallása. Azért mondom, hogy később vált láthatóvá léte, mert ahhoz, hogy a krama, mint általunk így utólag visszatekintve behatárolható tradícióként megjelenjen, ahhoz szükség volt a különböző dévi, különböző sakti kultuszok Kashmir felé tolódására, és amikor ez megtörtént, az a folyamat, legkésőbb 8. század környéke körül, akkor mutatkozott meg krama a maga artikulált formájában. De tudnunk kell a tradíciókkal kapcsolatban azt, hogy amikor valami nem artikulálódik, nem artikulálja magát, nem fogalmazza meg a saját létét, egy ilyen állapot nem jelenti azt, hogy nincs jelen. Tehát a krama valószínűleg azt megelőzően is jelen volt, hogy a különböző istennő és sakti kultuszok
megjelentek volna Kasmírban. Véleményem szerint a kasmíri régió történetileg kimutatható egyik legkorábbi rétegét jelenti, de ez igazán részletkérdés. Tehát az elmondottakból kiderül, hogy a krama az egy nagy mértékben sakti, vagy ahogy ma mondanák, nőkultuszra épülő vallás. Teljes mértékben a saját abszolútum fogalmát is nő formájában határozza meg, tehát női isten alak formájában. Amíg az Advaita Védanta ugye teljesen neutrálisan brahmanként, illetve a brahmannal azonos önmagamként, átmaként, önvalóként határozza meg a saját kultuszformáját, a pratyabhijñá pedig tudatként, mégpedig Sívának a tudataként, tehát meglehetősen sajva tradíció, addig ezekkel szemben a krama kifejezetten nőként határozza meg a végcélját, déviként és káliként, az egyik párhuzamos elnevezése egyébként ennek a tradíciónak ezért az is, hogy kálikula, káli istennő családja, káli különböző formáit tartalmazó és egyesítő tradíció. A trika ebben a vonatkozásban átmeneti pozícióban van, egyszerre sajva, tehát Sívát tisztelő, mint a pratyabhijñá, a végtér férfi formájában megragadó tradíció, míg másfelől pedig nagyon nagy szerepet játszik trikában is a sakti kultuszok. Nagyon nagy szerepet játszanak benne a sakti kultuszok is. Ezt így mondjuk, sajva, tehát Sívával kapcsolatos sákta tradíció. Tehát Sívával és a saktival kapcsolatos tradíció. Egyszerre mind a kettő. Sajva is és sákta is. Tehát Sívával kapcsolatos és a nőiséggel, a saktival kapcsolatos is. A krama és a kálikula egyértelműen sákta tradíció. Az ötödik forrásunk, amiből a tudattal kapcsolatos ismereteinket merítjük, és nem csak az előadó, hanem meggyőződésem, hogy a szemétől függetlenül mondható, hogy az ötödik forrás, amiből leginkább meríthető bárki számára a tudattal kapcsolatos ismeret, anyag, hogyha a tudat fogalmát komolyan veszi, ez a Dzogchen hagyomány, nem hindu, hanem tibeti, alapvetően tibeti, és a buddhizmushoz kapcsolódik, és a buddhizmuson kívül pedig a bőnhöz, ami ugye Tibetnek az ős vallása, mondhatni, és a tudattal kapcsolatos információknak, ismereteknek egy elképesztően nagy forrását jelenti ez a hagyomány. Egyébként vannak indiai vonatkozásai, ezt majd látni fogjuk később az egyes, hogyha részlet témák szóba jönnek a tudattal kapcsolatban. Az egyik első tanítója, a szövegek szintjén első tanítója, Garab Dorje, ő maga Indiában él, és erős a gyanunk arra vonatkozóan, hogy maga a Dzogchen nem tisztán bőn eredetű, tehát nem belső Ázsia és Tibet felől eredeztethető tradíció, hanem nagyon-nagyon szoros indiai, hindu tantrikus gyökerei is vannak. Ez Garab Dorje tanításából és életútjából egyértelműen kiderül számunkra. Akkor is, hogyha a későbbi belőle eredeztetett tradíció mást irányt vesz, és felveszi a bőnnek, illetve a buddhizmusnak, azon belül is pedig a nyíma tradíciónak a sajátosságait. Tehát ez az az öt tradíció, amiből a tudattal kapcsolatos állításainkat, információinkat, tanításainkat fogjuk venni az elkövetkező előadás sorozat kapcsán. Most egy kicsit még teljesebbé tegyem a képet azok számára, akiknek ezek nem ismeretlen fogalmak, azoknak még annyit tudok mondani, hogy a pratyabhijñá tradíció, ez valamennyire magába öleli a spanda hagyomány. Ez a hindu poszttantrikus irányzatokon belül egy nagyon meghatározó, Kasmírnak az egyik fő korai tradíciója, ez valamennyire a pratyabhijñá felöleli.
A Sriká ugyanígy felöleli a kaula hagyományt, és talán azt tudjuk mondani az okcsánnál kapcsolatban, hogy ez pedig a bönt, bon bönt, illetve bizonyos tekintetben a Mahayana buddhizmust. Tehát nem egyszerűen csak öt tradicionális forrásunk van, hanem ahhoz kapcsolódóan még három tradíciókör. A Panda, a Kaula, a négy bonbön és a Mahayana buddhizmus. Úgyhogy azok a témák, amik a tudattal kapcsolatban a fő témáink, és amikről az egyes előadások szólnak, azok nem egyéni kitalációk, hanem minden egyes témacím, tehát minden egyes előadás cím, amit a kiosztott lapokonból kövérbetűvel látnak, az ezen tradíciók valamelyikének, vagy többjének a tanítása. Most mielőtt rátérnénk a tudatnak a mindent magába foglaló természetére, ami a mai előadásnak az igazi voltak éppeni témája, szeretnék megosztani, nem olyan szoktam ilyet csinálni, de végig gondoltam a dolgokat, és rájöttem, hogy ez most esetleg szükséges lehet, néhány személyes emléket, élményt, tapasztalatot ezen tradíció kapcsán. És egyáltalán magának a tudatnak, mint tematikának a fontossága kapcsán. Ezt nem tudom máshogy előadni, csak személyesen, tehát személyes relációban, és ahogy mondtam, nem szoktam ilyet tenni, meg tudják is, hogy nem szoktam ilyet tenni, de ezt most mégis, mivel nem tudom máshogy előadni, muszáj ilyen személyes kontextusba helyeznem. Tehát az én személyes utam, szellemi utam úgy alakult, hogy László András tanításainak köszönhetően a figyelmem már elég fiatalon szolipszizmus felé fordult. Ugye ez egy olyan valóságot tételez, amely egyedüli a világban. És az egyedül valóságra pozitíve tekint, tehát nem egy ilyen egzisztencialista negatív értelembe vett magányként, hanem egy pozitíve éli meg az egyedül valóságot, egy felszabadulásként, hogy minden mástól megszabadul, és az egyedül valóság így elhoz egy pozitívumot. Most én ezt nem akartam soha egy filozófiai alapra helyezni. Tehát nekem kevés lett volna ennek a filozófiai érvényesítése vagy argumentációja. Mindig kerestem hozzá a tradicionális vonatkozásokat. És ebből adódóan, ugye a szolipszizmus iránti érdeklődésből adódóan, hogy tradicionális alapokra helyezzem azt, teljes természetességgel eljutott az indiai hindu átman kapcsolatos tanításokhoz, az átman-centrikus megközelítésekhez, és ezek nagyon fontosak voltak számomra. És éveken át ebben éltem, hogy az átman egyedül valósága. Megjelentek ilyen problémák, hogy ahogy az egyes hindu hagyományköröket vizsgáltam, ugye találkoztam, hogy több átmáról beszélnek, hogy a Purusa esetében is, ugye a Szánkja jogikus tradíció esetében célfogalom az átman helyett a Purusa, ott is több Purusáról beszélnek. Hasonlóképpen szembesültem azzal, hogy több átmáról beszélnek egyes szövegek, szöveghelyek, mert a szövegcentrikus megközelítést szerettem, mai napig nagyon szeretem, tehát megnézni, amennyire ismereteimből, meg adottságaimból telik eredetiben a szövegeket. De hogyha nem is most ezt nem nyelvi értelem, nem csak nyelvi értelemben mondom, hanem a szövegcentrikus megközelítések akkor is fontosak, hogyha valaki nem tud szanszkritül vagy tibetül, páliul. A szövegcentrikus megközelítéseknek a híve vagyok, bár a megismerés elsődleges forrásának nem a szövegeket tekintem egyébként, hanem a trikához hasonlóan az egyéni tapasztalatok. De mégis a megismerés második legfontosabb forrása az eredeti szövegek, akár fordításban, akár nem, kinek hogy áll individuálisan, reinkarnációjának megfelelően lehetőségében. És én néztem ezeket a szövegeket, és szembesültem azzal, hogy hasonlóan a Purusa sokféleségéhez az átmánból is több van, és ilyen jellegű szövegek egyre inkább így begyűrűztek az életembe,
És azt feloldottam könnyen, tehát hogy minden végül is minden átman, az egyetlen átmannak valamiféle tükörképe. És ez nem egy hamis megoldás volt, ez egy teljesen helyes megoldás volt az akkori életemben, valamikor a 90-es évek közepe táján. De mégis úgy bensőleg gyakorolva az önmagamság állapotát, meg az egyedülvalóságot, ugye a világ léte, a külvilágnak a léte, meg a benső világnak a léte is, tehát az, amit ilyen pszichológiai benső világnak lehetne mondani, az azért mindig, tehát gyakran problémát jelentett számomra. Tehát, hogy hiába az ember letette a voksot az átman egyedül valósága mellett, és azt jelölte ki szellemi útként a maga számára, hogy ebbe az egyedül valóságba behatoljon, és az egyedül valóságot megtapasztalja, megfelelően a szolipszizmusnak és annak tradicionális megfelelőjének is, az egyetlen átmannak is. Mégis ugye a világ tapasztalás, tehát tárgyak sokasága, emberek sokasága, benső világnak a kavargása, ez mindig problémát okozott. És mint tudjuk, ezeknek a problémáknak a kezelésére két módszerünk van. Most nagyon leegyszerűsítve mondom, két alapvető módszerünk, vagy a módszereket két típusra lehet osztani. Az egyik az affirmatív típus, tehát olyan módszerek, amelyek az átmannak a megerősítésére, az átmannak a hangsúlyozására, az átman létére, igenlésére és tudatosítására törekszenek, és a másik pedig a negatív módszer, amely annak a hiányát tételezi, és ebből ennek megfelelően a külvilág, például a kül- és belső világ tényezőinek a tudatosításával is kapcsolatos. Tehát ugye két fő tradicionális módszer van minden megvalósításnak a vonalán. Ez a via affirmativa, ez a megerősítés és az igenlésnek az útja, és a via negatíva, ez a tagadásnak, a kiküszöbölésnek az útja. Megerősítés, ne azt írom, hogy tagadás, azt írom, hogy kiküszöbölés. Igazából bármit csinál az ember magában szellemileg, mindig valamelyiket csinálja a kettő közül. Megerősít egy pozitívumot, egy általa szelleminek vélt pozitívumot, például Isten létét. Tehát amikor egy keresztény ember imádkozik, akkor a via affirmatíva jegyében jár el. Vagy amikor a bűnösséget hangsúlyozza, akkor a via negatívának a jegyében áll. Hangsúlyoz olyasmit, amit ki akar magából iktatni, ki akar küszöbölni. Úgy is mondhatnánk, hogy az igenlésnek és a kiküszöbölésnek az útja. Igenlés, kiküszöbölés. És visszatérve a saját tapasztalataimhoz, amikor a szolipszizmusnak és az átmikus valóságban való megerősödésnek a kezdeti útját jártam, akkor alapvetően a via affirmatívát gyakoroltam. A negatív tapasztalásaim révén, tehát olyan tapasztalások révén, hogy van külvilág, amit nem tudok átélni önmagamként, vannak történések, amiket nem tudok megélni önmagamként, ezért valamiféle ilyen defektus jelent meg a szellemi utamon, és ez a defektus, ez olyan defektus, ami nem csak az embert nem egy élet időszakában erős, hanem olykor-olykor, bármikor visszatérhet. Tehát úgy gondoltam, hogy nem tudok kellőképpen mit kezdeni a mással. Tehát alapvetően nem fogadom el a más létét, ma egyáltalán nem. De ami egy picit másnak tűnik. Tehát ami, tudom, hogy én vagyok, de mégis van benne valami más. Ezzel nem tudtam mit kezdeni. És rájöttem, hogy ez azért nem megy, mert magához az átmikus valósághoz, azért írjuk fel ezt a fogalmat is, nagyon fontos, átman, ami ugye az Advaita Vedanta szerint nem hogy egyenlő, hanem azonos perjelet és teltek a Brahmannal.
az abszolútummal, vagy a világ mindenséget átható szellemi erővel. Az volt a problémám, hogy magát az átmant, önmagamat, azt úgy képzeltem el, mint ami valahogy elkülönül úgy a dolgoktól. Egyfelől volt a probléma. Elkülönül a dolgoktól. Másfelől, mint ami elkülönül, és azért különül el, mert egyfajta ilyen szubstanciával bír. Ez nem materiális szubstancia, mert a materializmuson azt hiszem hamar túltettem magam, meg a szubstancialitáson is hamar túltettem magam, de mégis a szubstancialitásnak vannak olyan nagyon finom, már nem materiális rétegei, amilyen például akkor történik meg az emberben, amikor nem tudja olyan erővel kimondani azt, hogy te, mint az, hogy én. Most nem abszolút értelembe vett énről beszélek. Ezt nem tudja kimondani. Azért nem tudja kimondani, mert a te, mert a saját énje az valamiféle állagisággal bír, és azért a másikkal nem tud azonosulni. Most tehát ilyen problémákkal szembesültem, és nem akarom ezeket nagyon részletezni, mert nem tartozik a mai előadáshoz. Úgy, tehát nem ez a mai előadás, hozzá tartozik, de nem ez a mai előadás. De ilyen problémáim voltak. Tehát egyfelől egy olyan önkép, egy olyan önvaló kép, ami valahogy elhidegül a több, attól, ami nem ő. De ez az elhidegülés az nem a via negatívának a jegyében áll, hanem egy ilyen kényszeredett, nem direkt elhidegülés, tehát nem tudatos kiküszöbölés, tehát nem tudatos tagadás, hanem egy ilyen elszenvedett tagadás, és egyfajta ilyen állagiság, ami valahogy állagi értelemben, egy nagyon szubtilis anyagi szinten mégis elkülönül a többitől. És maga az Advaita Vedanta, mint hagyomány, amit akkoriban követtem, meg ma is követek, tehát egy ilyen átman képet, hogyha az ember nem ismeri teljesen a hagyományt, egy ilyen átman képet erősít. Tehát egy olyan önvaló képet, amely szemben áll mással, amit körülvesz más, és ami kizárólag önmaga erősítése és a másnak a tagadása révén tudja saját szellemi létét kibontakoztatni. És nagyon-nagyon felszabadító erővel hatott rám, amikor, nem tudom pontosan mikor, hányban, néhány évvel később a tantrák felfogásával találkoztam. Ami, meg kell, hogy mondjam, egy nem, és ezt határozottan tudom állítani, egy nem átmikus felfogás. Tehát az önvalót nem állítja annyira középpontba, és mind a négy hagyomány, amit az Advaita Vedantán kívül itt a tudattal kapcsolatos keleti bölcsesség fő forrásainak jelöltem meg, mindegyik valamilyen értelemben tantrikus, vagy a tantrákból bontakozott ki, vagy teljesen tantrikus, de mindegyik valamilyen értelemben tantrikus. Tehát ezek a tantrikus tradíció nem kimondottan átmancentrikus. Tehát nem hangsúlyozza az átmannak, az önvalónak a létét megerősítő módon, és nem arra összpontosít, hanem figyelembe veszi az úgynevezett mást is. Tehát Arthur Avalo munkásságával kapcsolatban ugye volt róla egy külön előadás. A kortárs indológia felveti azt, ő foglalkozott leginkább elsőként a tantrikus hindu tradíciókkal, valamennyire a buddhistákkal is. Ővele kapcsolatban az indológia, modern kortárs indológia felveti azt, hogy azért nem volt érvényes a tantra értelmezése, mert túlságosan átman-centrikus volt a szemlélete. Ez bizonyos értelemben igaz. Tehát a tantráknak a világa, meg a poszttantrikus hindu tradícióknak a világa, amiről itt most szó van, és amik a tudattal kapcsolatos ismeretekhez nagyon sokat hozzátettek, valóban kimondott értelemben nem átman-centrikusak. De mégis, ahogy néhány szövegből látjuk, szöveghelyből látjuk, bizonyos helyeken újra meg újra visszajön az átman fogalma,
amiből azt tudjuk, arra tudunk következtetni, hogy valahol a háttérben mindig ott áll az önmagamságnak a konsziderálása, az önmagamságnak a fogalma, az önmagamságnak az idealitása. Csak ezt a tantrák nem explicit értelemben tették, ellentétben az Advaita Vedantával például, amely teljesen explicite, átmancentrikus. És az, hogy olyan hagyományokkal foglalkoztam, amelyek őrzik bensőleg, őrzik az átmannak a valóságát, mert nem lehet azt mondani a tantrákra, hogy egy teljesen hiányzik belőle az önközpontú szemlélet, a szubjektív idealitás, vagy a szubjektív realitás akár, ezt nem lehet mondani. Tehát valahol bensőleg őrzik, de csak bensőleg, és külsőleg pedig mással foglalkoznak, amit mind ki nem mondott módon, de az önvaló részének tekintenek. És ez nagyon felszabadító erővel hatott rám annak idején. Tehát úgy tudom mondani, hogy a tantrák nekem egy kulcsot jelentettek, és a tantrákkal együtt most tehát a tantrák utáni említett hagyományokat is ideértem, tehát a poszt-antikus tradíciókat is, egy kulcsot jelentettek abban, hogy tudja az ember úgy átélni, hogy tud úgy megélni mindent önmagaként, hogy nem hozakodik elő állandóan azzal, hogy ez is én vagyok, az is én vagyok, amaz is én vagyok. De implicit módon és rejtett módon mégis ezt éli meg. Másfelől pedig egy kulcsot arra, hogy azt a bizonyos önvalót, azt a bizonyos átmant, ami általában és többnyire egy elszigetelt módon szemben áll a világgal, abba valahogy a világot is beemelje. És főleg ez az utóbbi, ez volt az igazi kulcs számomra. Tehát a tantrikus, maguk a tantrák, és később, miután megismertem őket, a poszttantrikus tudattal kapcsolatos hagyományok egy kulcsot jelentettek arra, hogy az ember hogy tudja önmagát teljesen állagiságtól mentessé tenni, teljesen személyes emberi éntől mentessé tenni, de mégis az énség élményét, az önmagamság élményét megőrizve mindenre kiterjeszteni azt. Nagyon nehéz ilyen személyes dolgokról beszélni, de talán értik, hogy ez hogy kapcsolódik ezekhez a tradíciókhoz, az utolsó négyhez, az Advaita Vedantához képest. Tehát ha valaki egy ilyen hasonló utat bejár, akkor az számomra az teljesen érthető. És azért vázolom fel ezt a lehetőséget, hogy nagyon könnyen lehet, hogy van, akinek éppen ugyanez a kulcs hiányzik, ami nekem hiányzott akkor. Hogy lehet egy olyan önképhez jutni, egy olyan önvaló képhez jutni, ami nem hidegen, ridegen, szemben áll mindennel, hanem mindenre kiterjesztődik. És itt jön be, függetlenül most a szöveg és tradíció összefüggésektől magának a tudatnak a fogalma. Tehát mindaddig, amíg az ember önmagára nem tudatként gondol, hanem önmagát egy személynek tekinti, vagy a személlyel kapcsolatban álló valakinek tekinti, addig a felfogása ridegen-hidegen elkülönülő a világtól. Ridegen-hidegen valahol szubstanciális, egy ilyen állagiságot bír magában, amiről ugye tudjuk, szubstancialitás nem metafizikum, nem abszolútum, mert az abszolútum nem bír szubstanciával. Tehát nem, vagyis bír vele, de nem szubstancia. Rendelkezik vele, de ő maga nem szubstancia. És ahhoz, hogy egy olyan önképünk legyen, egy olyan önmagamság képünk legyen, amely mentes az emberi énségtől, az individuális én, te, ő, mi, ti, őktől, és nem szubstanciális, ahhoz az embernek úgy kell saját magára tekinteni, hogy ez akkor jön el, ez a pillanat, amikor saját magára tudatként tud tekinteni. Amikor azt mondja, hogy én magam,
Az vagyok, ami a tudatom teljessége. És nem érdekesek a benne levőségek, meg ahogy ez van benne, meg az van benne, meg most éppen ez, meg az, hanem maga a tudati teljesség. Erről majd beszélni fogunk. Ez önvaló. És ehhez nekem be kellett futnom ezt a kört, hogy a védantin világból, a véda magyarázatok világából a tantrikus hagyományok felé forduljak. Egyébként magában a védantában is ugye megtalálható ez később számomra kiderült, mert beszéltünk róla a tavalyi előadás sorozatban, ugye, hogy a védantának van 4 nagy mondása. Tehát magát a védantát, ami összegzi, ugye vannak az upanisadok, amik összegzik a védáknak a tartalmát, és van a védanta, ami összegzi az upanisadoknak a tartalmát. A védanta, amikor nagyon leegyszerűsíti magát, akkor azt mondja, hogy 4 mondatban összegezhető, hogy mit tanítanak az upanisadok, és következésképpen a korábbi védák. És a 4 nagy mondat, a 4 nagy mahávákja, az úgy hangzik, hogy én magam Brahma vagyok, vagy én Brahma vagyok. Ez az egyik mondat. A másik mondat az, hogy te az vagy. Ez is azt jelenti, hogy te a Brahman vagy. A harmadik, hogy ez az átman mutatólagosan bármire, ez lehet egy állat, de lehet egy személy is, ez az átman a Brahman. Ez még mind személyes vonatkozásokkal bír. Úgy éli meg a Brahmant, hogy egy személyen keresztül, vagy az énen, vagy a ten, vagy az ön keresztül. És akkor jön a 4. mahávákja, nagy mondat, Prajñānam Brahman, a tudatosság, a megismerés, a tudat a Brahman. Ami teljesen kirepíti, de ezt még korábban nem tudtam, vagy nem figyeltem erre eléggé, ami teljesen kirepíti az embert a személyi viszonylatoknak a köréből, és azt mondja, hogy a tudat, a mindezeket, az én, te, ő, miti őket felölelő valóság, a tudat, az, ami a Brahman. És ez teljesen átrajzolja, hogyha ezt az ember átéli, akkor átrajzolja, és mélyebben nézve átalakítja. Nem csak az önképét, hanem saját magát. A tudattal való foglalkozás, az most túl a személyes vonatkozásokon, az megtalálható ilyen módon az Advaita Védantában is, de még inkább megtalálható, mint majd látni fogjuk különböző aspektusaiban a posztvédikus szövegekben, mint posztupanisadi szövegekben, sásztrákban, tantrákban, és azok magyarázataiban, mert az átmancentrikus szemlélet valahogy szemben azzal, amit Avalon állít, hogy a védanta és a tantra egy. A tantrákban, a sásztrikus interpretációkban, amik ezekkel kapcsolatosak, háttérbe szorul. Ez nem jelenti azt, hogy nincs meg egy öncentrikus szemlélet, csak ezt nem tolja előtérben, és az önvalót egyre inkább tudatként tekinti túl minden személyes vonatkozáson. Ez nagyon felszabadító. Tehát ez azt jelenti konkrétan, hogy ha ezt az ember komolyan veszi ezt az utat, akkor egy idő után, amit korábban önmagának gondolt, az eltűnik. És helyébe egy olyan önmaga lép, egy olyan önvaló lép, ami teljesen tudat természetű, kiteljesedett, benne van minden, tükröződik itt, ott, amott, anélkül, hogy a saját állandóságát persze elveszíteni. Nagyon felszabadít önképhez, de nem csak képhez, hanem egy önvalósághoz juthat így az ember, amennyiben egy tudatcentrikus szemléletet magáévá teszi, úgyhogy zárójel, de emiatt is beszélünk a tudatnak a fontosságáról most már, hogyha ennek az előadássorozatnak a végére érünk, akkor majd 2 éve. Mert a mi valódi természetünk az lényegében tudati természet. És az a cseppnyi individuum, aminek a testi bajaitól szenvedünk, az abban egy pont. És így is éljük meg, amikor a testi bajaink is vannak. Hogy egy pont benne. Mindig megélünk egy teljesen valóságot.
És akkor itt jön a mai előadásnak a címadó. Itt jön a mai előadás címe, meg a lényegi téma szóba, hogy a tudat mindent magába foglaló valósága. Tehát amíg egy olyan átman képünk van, ami benne van a világban, szemben áll a világgal, vagy elkülönül a világtól, mint ahogy ezt a Sankhya tanítja a Purusa esetében, pedig nincs jó abszolútum képünk. És ha az abszolútummal akarunk egyesülni, akkor mondhatjuk azt, hogy nincs jó önképünk. Nincs jó önképünk. Mert a valódi önkép az nem olyan, hogy benne van a világban, vagy a világgal szembeáll, azzal konfrontálódik, azt kizárólag az ilyen negatíva révén mindig ki kell iktatnia magából, vagy másfelől mindennel azonosulnia kell. Nem ilyen a valódi átman. A valódi átmannak nem kell semmivel sem azonosulnia, mert mindig minden. Csak nincs az emberekben meg az a tudatosság, amely ezt átélni. Arra ugye a mindig mindenből valamire azt mondja, hogy jó, minden, igen, ez az, de az már nem én vagyok. Nincs ilyen. Tehát számos unszimpatikus dolog van az ember életében, már itt jelen pillanatban is, nem tudom, valaki bóbiskol, de az is az átman része. Nem ugye része, az is az átman. Csak nincs meg az a tudat, az a fajta tudatosság, és az, amit magunkévá kellene tenni, ami felismeri, hogy az is a saját tudatossága. És ahhoz, hogy egy ilyen felismerés megtörténjen, ahhoz az első nagy lépés az, hogy le kell számolnunk azon a nyugati felfogással, amely a tudatot ezt valaminek a részének tekinti. Ugye azzal első fokon nagyon könnyen leszámolunk, a tavalyi előadás sorozatban erről volt szó, hogy a tudat az nem az agy. Ezt úgy nyilván a társadalom nagy része, 90% persze kötni az ebet a karról, hogy de mégis ugyanaz, meg összefüggések, meg stb., meg ugyanaz, de így magunk között azért ezzel könnyen leszámolunk. A tudat nem azonos az aggyal. Az összefüggéseket erről volt tavaly szó, nem tagadjuk. Nagyon misztériózus összefüggések vannak a tudat és az agy között. De az első nagy lépés, hogy leszámoljunk ezzel az azonosítással. Hogyha ez megtörtént, akkor jöhet létre az emberben az, hogy a tudatot azt valami teljesen másképpen is fel tudja fogni, mint testhez kötött valóságot. Hogy elkezdi felfogni másként is, mint testhez kötött valóságot. És a nagy áttörés, az első igazi tudatélmény, és ez nagyon fontos, az első igazi tudatélmény ott éri az embert, amikor hatalmas fizikai kiterjedéseket, és hatalmas alatt, első fokon értsük mondjuk ezt a termet. Maguknak ez nem olyan nagy kiterjedés, de mondjuk értjük bele azt, amit látnak fizikailag, plusz a épületnek a képzeletét. Ez a tudatnak a része. Tehát amikor egy ilyen áttélés megszületik az emberben, hogy egy általa látott fizikai tér az tudaton belüliként jelenik meg számára. A legjobb, hogyha a legnagyobb segítség, leginkább üdvös, hogyha egy nagy fizikai teret lát, azt tudaton belüliként tudja megélni, akkor az az ő élete első tudatélménye, aminek semmi köze a saját fizikai testéhez, semmi köze annak a részéhez, az agyához. Az első tudatélménye. Amikor egy hatalmas tájat
legyen az egy 7000 méteres csúcs, azt a saját a tudatom belüliként tudja megélni, az az ő első tudatélménye. Akkor tudja meg, hogy mi az, hogy tudat. Egész addig nem tudja. Tehát addig nem tudja, amíg a modern világ szuggesztióira hallgat, meg az orvostudomány szuggesztióira hallgat, és azt mondja, hogy a tudatom az benne van a fejemben, amit legjobb esetben kábítószerekkel tudok kitágítani. Nem kell hozzá semmi. Azt kell, és itt a természeti élményeknek egy iszonyatosan nagy támogató és valóban üdvözítő ereje van. Azoknak a tudatos átélése, az megtaníthatja az embert arra, hogy mi az, hogy tudat. És hogy alapszinten mekkora a tudat hatalma. Hogy felölel egy 7000 méter magas hegyet. Benne van. És az nem az, hogy a másiknak a tudata, meg a másik tudatában így van, meg nem mentális spekulációk nem kellenek, hanem a saját tudatában benne van. Értik ezt? Tehát ez egy akkora áttörés, hogy joggal szerintem minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy maga a tudatos természet és környezet tapasztalás az a kulcsa annak, hogy az ember a tudat mindent magában foglaló valóságát legalább alapszinten megtapasztalja. Aztán majd jön a többi, majd beszélünk még a többiről is. De ez az alapszint. Ezt az tavalyi év során is hangsúlyoztam már ezt, de most újra. A tudat, az, hogy a tudat mindent magába foglal, és hogy a tudat egy mindent felölelő valóság, ezt rendelkezésünkre álló segítségek révén közül leginkább a nagy természeti környezettapasztalások révén tudjuk megtapasztalni. És ez odáig megy, hogy volt tudatunk, amiről eddig azt gondoltuk, hogy bennünk van a fejünkbe. És hogyha van egy ilyen tapasztalásunk, és arra megfelelően rávezetnek, utána olyan, mintha egy kicserélték volna a tudatunkat, és egy új tudatunk lenne. Tehát, hogy attól a pillanattól fogva, eddig azt gondoltam, hogy a tudatom az a fejemben van, de amikor erre rávezettek, onnantól fogva végre megvan a saját tudatom. Nem kell hozzá semmilyen szer, semmi, csak a tudatosság kell, meg a tradíciónak az ereje, amelyre rávezeti az ember. Minden mindig a tudaton belül történik. Vannak a tudatban foglaltságnak korlátai. A metafizikát nem lehet redukálni arra, hogy magába foglalás, tehát a magába foglalás elvére nem redukálható a metafizika, mert a következő előadás alkalmával beszélünk. De első fokon felszabadító erejű az, hogy minden mindig a tudatban történik. Az kell hozzá, hogy az ember lecserélje a régi tudatát egy új tudatra, hogy a régi ember helyett egy új ember szülessen. Mert ez is a tudatunk. Tehát az, hogy látjuk egymást, hogy egy térben vagyunk, hogy tudunk egymásról, ez nem egy fatális véletlen. És nem is olyan értelemben véletlen, hogy okkult összefüggések vannak, hogy mi most azért vagyunk itt együtt, mert nem tudom, micsoda, milyen összefonódások vannak közöttünk okkult értelemben. Nem, azért vagyunk együtt, mert a tudat egy, és abba minden belefér. És minden mindig abban van. És ha az ember ezt tapasztalja, akkor egy más tudattal él tovább. És ez a tudat. Az, amiről a modern orvostudomány beszél, az nem tudat, és amiről a modern nyugati filozófia beszél, az se tudat. És az nem úgy van, hogy van a tudat, amiben majd erről is a következő órán, bele tükröződik a külvilág. Tükröződik bele semmi.
A tükröket is ez a tudat foglalja magába. Az, amit látunk, ez nem egy kint lévő valóságnak a tükröződése. Csak amit fizikailag látunk, az sem. Amit tudatosan látunk, az meg pláne nem. De nincs egy materiális világ, ami tükröződik a tudatba, és arról tudunk. A materiális világ teljessége minden kiterjedésével és nem kiterjedésével együtt, és minden X dimenziójával együtt a tudatban van, valóságosan és tapasztalható módon. És az, aki ezt tudja tapasztalni, hogy tapasztalható módon vannak ezek az abstrakt és valós valóságok benne, az egy tudatos lény. Az rendelkezik a saját valódi tudatával. Annak van tudata. Feltételezett űrlények, azok is tudaton belüliek. Mert a tudat mindent magába foglal, és mindent felölel. A magába foglalás az itt nem csak egyszerűen egy magába foglalás, hanem egy megemelést is jelent. Felölelést. Itt első tézisünk, hogy a tudat az mindent magába foglaló valóság. És ezt nem lehet cáfolni. Nem lehet cáfolni. Az összes bizonyíték, amit hoznak, ez ellen, az tudatban van. És ez nem egy szörnyűséges tapasztalat, hanem ennek a felszabadító erejét kell az embernek átélnie. Arra kell figyelnie, hogy ez felszabadító, hogy tudja, hogy a dolgok a tudaton belül vannak. És ez még csak az első lépés, és a további lépésekkel folytatjuk tovább. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.